Magabiztos előnnyel végzett az első osztályú bajnokság élén U15-ös labdarúgó csapatunk. A miénk a 30 találkozó közül 24-et megnyertek, összesen 140 gólt szereztek, és csupán kétszer szenvedtek vereséget. Ifjú játékosaink a Paks elleni NB1-es szezonzáró szünetében tiszteletkört futottak szurkolóink előtt, amelyet követően Fekete Tivadar vezetőedző és a csapatkapitány Schmidtka Balázs beszéltek érzéseikről. Végtelenül boldog vagyok, és nagyon jó érzés, hogy ennek a csapatnak az edzője lehetek, illetve hogy ez az egyesülethez tartozhatok. Tavaly csatlakoztam, azaz most lesz egy éve. Igazából nehezen találom a szavakat, eléggé érzelemdús embernek tartom magam. Szeretem azokat a pillanatokat, amikor a hidegráz. Hát ez most egy olyan érzés és egy olyan pillanat. Büszke vagyok a fiúkra, és köszönettel tartozom az egész egyesületnek, illetve külön a vezetőknek, akár a Dragoner Attila és a Keller Józsefnek, hogy minden támogatást megadtak ahhoz, hogy mi az egész során zökkenőmentesen sikeresek tudjunk lenni. Maximálisan jó érzés volt, szeretnénk majd jövőre is ugyanitt körbefutni, ugyanúgy. Mi ennek a csapatnak a titka? Miért vagytok ilyen jók? Nagyon jó közösség alakult ebbe az évbe, és a egymásért küzdés a pályán mindenképpen. Milyen poszton játszol? Bal belső védő. Nem csak beszélünk arról, hogy számunkra fontos a győzelem, és hogy mindent megteszünk, hanem cselekszünk is ennek érdekében. Minden mérkőzésen úgy léptünk pályára, illetve minden edzésre úgy küldöm a fiúkat, hogy mindent tegyenek meg. Néha már az egeket, illetve a csillagokat suroljuk ezzel, és nem tudom, hogy hova tudjuk még azt a lécet feljebb tolni. De egyelőre tartják a srácok, lubickolunk benne együtt, de ugye mindannyian tudjuk, hogy azért az igazán nagy célok később várnak rájuk, hogy kiből lesz itt ezen a pályán, illetve ezeken a stadionokban igazi felnőtt labdarúgó. Ha visszagondolsz a szezonra, van olyan meccs, ami különösen jó emlék? Ősszel az utolsó bajnokin, amikor a Vasas megvertük, az nagyon jó élmény volt. Miért? Mivel úgy volt, hogy vagy 7 ponttal elmennek, vagy mi közelítünk, és végül sikerült közelíteni. Több olyan fiú van, akiben nagyon komoly potenciál van, én úgy gondolom. Sok összetevője kell még legyen annak, hogy kikerekedjen belőlük az. Én bízom benne, hogy ha ilyen zökkenőmentesen zajlik továbbra is a fejlődésük, akkor elérhetik a céljaikat, és NB1-es, illetve akár válogatott, aztán majd a későbbiekben még magasabb szinten tudnak futballozni.